Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy villámhír november 1-ére. November 1-e jelenti a Minden Szentek ünnepét. Természetesen itt az őseinkről is szó van. Azokról, akik elbúcsúztak már tőlünk, itt vannak emlékek. A szép emlékeket meg kell tartani. Ami nem olyan szép, mert fájdalmakról van szó, akkor azoktól el kell búcsúzni. A mai napon pontosan erről van szó. Nem csak ami az őseinket illeti, hanem bizonyos személyekre utal a múltunkból, vagy bizonyos személyekre a környezetünkben. És van valaki, aki megbántott téged. És ha ezen elgondolkodsz, akkor érzed ezt a csalódást. Vannak könnyek, van szomorúság. Zárd le ezeket a fájdalmas emlékeket. Jelenleg az a fontos, hogy meglegyen a nyugalmad. Keresd a természetben, az otthonodban, a családban, és ne ezekkel a dolgokkal foglalkozz. Kell a béke, a belső nyugalom. Ha benne vagy egy bizonyos helyzetben, mert ő nem jelentkezik, mert ő olyan hideg, rideg, és a mai napon úgy érzed, hogy kellene a kapcsolat, közeledni akarsz hozzá, vannak bizonyos kérdések, tisztázni akarsz valamit. Az is lehet, hogy bocsánatot akarsz kérni. Ne tedd ezt most meg, mert a válasz nem jó, vagy nem ad választ erre, vagy letilt téged bizonyos oldalról. Az is lehet, hogy válaszol, de megbánt téged. És ez újabb csalódásokhoz vezet, újabb szomorúsághoz vezet, és mindez kiváltja nálad akkora könnyeket. Ezen a napon, tehát november 1-én húzódj vissza az otthonodba. Keresd kapcsolatokat a környezetedben, akik erőt adnak számodra, ahol megvan az élet öröm, hiszen összetartoztok, megvan a segítség, ez lehet a család. Megteheted azt is, hogy kicsit kimozdulsz, elmész sétálni egy szép környezetben, ahogy a képen is látható, ami erőt ad számodra, mert ez a fontos jelenleg, hogy legyen meg a belső erő, legyen meg a belső nyugalom, hogy lassan fel tudj lélegezni, másképp lásd a dolgokat, légy kicsit türelmes, a kapcsolat meg lesz kettőtök között, vagy bizonyos személyekkel, akik eddig megbántottak téged. De jobb lenne, ha ők keresnék a kapcsolatot veled, ha nyitottak lennének érzelmekről, vagy tervekről beszélni, vagy bocsánatot kérnek tőled, hiszen ezt is megértemled, akkor is, ha nincsenek meg ezek az elvárások. Ez a közeledés, ez a találkozás, vagy ez a beszélgetés, ez hamarosan beteljesül. De ne legyenek most elvárásaid, hogy ez pontosan november 1-én lesz. Mert én úgy látom, ez a kapcsolat jelen pillanatban félreértésekhez vezet. És akkor megvannak újra a csalódások. Kerüld el most ezt. Ajurvéda az tulajdonképpen az élet tudása. Ajurvéda ez a bölcsesség. Mint ahogy az életünkben is vannak energiamezők, így az Ajurvédánál is van három irány, három
energiamező. Vata dósa jelenti a mozgást. Pita dósa jelenti a transformációt. Kapha dósa jelenti a stabil helyzetet, vagy valamit, amit szeretnél megőrizni. Jelenleg legyenek ezek a szép emlékek, amit meg tudsz őrizni. Ápolt ezeket a kapcsolatokat, vagy ezeket az emlékeket. Ha megtekintem a napi horoszkópot az indiai asztrológia szerint Szaturnusz bolygóig, hiszen ezek a személyes bolygók, ehhez jön még nap és a hold állása, akkor azt tudom közölni, hogy a tűz elemében nincs bolygó. A tűz eleme jelentené az élet erőt, a bátorságot, a mozgást, azon kívül a szenvedélyeket is. Ez most hiányzik. A Föld elemében van a Hold és Szaturnusz bolygó. Ez kihat az anyai kapcsolatokra, kihat az érzelmekre, a vágyakra, az álmokra, az elképzelésekre, és Szaturnusz bolygó kihat a sors utunkra. Szaturnusz bolygó segít abban, hogy ez az álom, ez az elképzelés megvalósuljon. Azon kívül a kapha dósában van, tehát itt reális dolgokról van szó, ez kiépíthető. Jupiter bolygó az a víz elemében van, segít ebben, hiszen Jupiter bolygó szintén a kapha dósához tartozik. De van kihatása a pita dósára is, ahol megvan ez a transformáció. És mivel a víz eleme utal az érzelmeinkre, itt vannak pozitív érzelmek, az segít abban, hogy kialakuljon valami, ez a bizalom, a hit, a megbecsülés, a szeretet, ezt kell élni. Itt a képen is látható a víz eleme, itt a víz közelében lenni szintén ad számunkra életerőt. És elbúcsúzni a negatív érzelmektől, hiszen azt is ismerjük, az a félelem vagy a bizonytalanság. És a levegő elemében van Mars bolygó, Vénusz bolygó, Merkur bolygó és a Nap. Ez a vata dósa, ami jelenti a mozgást. És itt szerelemről, párkapcsolatról és kommunikációról van szó. De Mars bolygó visszatekintő, és az elképzelhető jelen pillanatban, hogy ez a férfi nem jelentkezik, visszahúzódó, de te se jelentkez most nála, hanem várd meg, amíg fordul a kocka, amíg ő jelentkezik nálad. És ez beteljesül, hiszen a hold áttér most a levegő elemébe, és a napokban kihat erre a vata dósára, és akkor lesz itt már mozgás. De fontos, hogy ő tegye meg az első lépést. A mai napon ez előnytelen lenne ez a kapcsolat. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!